A hely, ahova most egy könnyített vergetésre érkeztem, ez a Nyéklátházi Kavicsbánya tavak egyik vize, ez az úgynevezett Debreceni tó, ami ugye nyilván, tehát ezt mindenki tudja már, hogy a óriási pontyok gyönyörű a múroknak a hazája, viszont ezek mellett még a sügér is nagyon szépre tud itt nőni. 400 hektár, tehát van élettere. Egyetlen probléma van mindössze ezzel, hogy bizony őket meg kell találni. Ami még ilyenkor, ugye november végén, tehát az ősznek a végén, tél legelején még, viszonylag egyszerű, ugyanis a part közeli medertörések környékén előszeretettel bandáznak. Sikerhez általában egyébként nem is kell túl bonyolult dolog. Fonott a főzsinórom természetesen, viszont 16-os monofilból kötöttem elő két, és egy ilyen apró pici kis aranyossággal fogok dobálni. Bevallom, most nem hoztam magammal semmi egyebet. Szoktam próbálgatni még kicsi dzsigekkel, apró gumikkal, pici bilédekkel is. Néha egyébként a wobbler is célra vezető, csak sokszor a wobblert nem tudjuk hatásosan ugye meghúzni 3-4 méteres mélységekben. Erre viszont tapasztalatom szerint mindegyik méret ráugrik. Úgyhogy nem fogok most sem egyebet tenni, szépen elindulok, cserkelek, bejárok ilyen 2-300 métert, egyébként néha egy-két kilométert is, csak most esőre áll az idő, szerintem nem lesz rá időm több, és igazából csak a töréseket fogom ezzel szépen aprókat pöccingetve megvallatni. És hát bedobás után meg kell várni, amíg feneket ér. Valaki másodperce számolja, az idő egyébként fantasztikus. Ez pont sügerezésre való, ez igazi kis pergető horgász idő. A másik ok pedig, ami miatt az évnek ebben a szakában érkeztem ide kamerával, nem más, mint hogy a melegebb évszakokban, nyáron, illetve késő tavasszal, sőt még kora ősszel is. Az ide látogató állampolgárok legfőbb ismertetőjegye a ruházat krónikus hiánya. Azaz itt gyakorlatilag több tucatnyi mesztelen ember szokott napozni. És hát szemvidító látvány általában, csak nem feltétlenül a televízió számára. Viszont az ő helyüket ilyenkor felváltja a sügér. Nem nagy, viszont piszkosul kicsi. Valószínűleg víz közt vannak, mert fél úton, ugye 3-4 méteres mélységnél, ja itt van kb. 7-8, rögtön alattam. Ilyen 3-4 méteres mélységnél szoktak belepiszkálni, amikor így ráemelek. Ah, igen. Hopp, és meg is van, igen. Jó, persze tudom, sügér, igen. Ez már jobb lesz, mint az előző három. Elképesztő, milyen vehemenciával, hogy bírnak neki szaladni ilyen csalinak. Érdekes egyébként, hogy alig 2 percre fogta a másikat, melyik nem is volt olyan rossz. És azt hinni az ember, hogy ahol tényleg komolyabb sügér van, ott a kicsik nem maradnak meg, hogy elverik egymást, de nem. Ez is szinte kívülről épp a szájszegletben.
ilyen kicsik, és megtűrik a nagyok. Volt a kép majdnem, hogy beleférne az előzőnek a szájába, de hát... Hát van még itt valami komoly. Ez sem mélyből, ez is víz közül, milyen érdekes. Azt mondják, ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Nem biztos, hogy ez valóban minden téren igaz, de a sügérhorgászatában megállja a helyét. Valóban nem több kilós példányok után cserkelünk, de a kis csíkos betyárok horogra csalása is sok élvezetet ígér. Mozgalmas és izgalmas a horgászatuk, ami után persze jöhetnek a nagyobb ragadozók is.